Hát gyerekek, brazil szaponopera lófasz ehhez képest, hogy ezt most ilyen szépen magyarosan megfogalmazzam, semmi. Tehát Esmeralda könyörögni fog szerintem a forgatókönyvér. A sztori az az, hogy Bence, leszerom a fényt, az a lényeg, amit mondok. A Bence valóban bent volt a rendőrkapitányságon. De nem szexádon, hanem bonyhádra vitte az itteni kis király, mert az egyik kommentjébe szerintem teljesen, neki név nélkül odaírta, hogy ezért a húzásáért rá fog baszni a fiatal ember. És ez volt az az ok, ami miatt több órát elkezd szegényt meg kellett húzolni. És Csórikámat úgy megfélemlítették, meg ilyen hülyeségek a 21. században, hogy rögtönítélő bíróság kitiltatták a faluból. Hát ilyen hogy? Beteszi a lábát, Tolna megyében nagyon kemények. Ilyen nincs, gyerekek. Na mindegy, ennek még lesznek jogi következményei, mert nem hagyjuk annyiba. Bencétől elnézést kérünk, mert tényleg egy jó hiszemű srác, és... És nem ismertük személyesen, nekünk... csak nem állt össze a kép, hogy most akkor hol és ki és miért van. Jó, a másik kutya, jó van. Ja, jó van. Jó, bocsánat. Tehát lényeg az, hogy... A kis kitérő zárójelben. Igen, mert már őt is láttam. Igen. Ott van, tessék. Lényeg az, hogy Bencén elnézést kérek, vagy a párommal elnézést kérünk tőled, de mi azt hittük, hogy mert hívtuk telefonon, kicsöngött, nem vettek. Egy fel. Ember néz minket, remélem, az egy... Az a Bence lesz, remélem, hogy... Légy szíves, már ez se. Marian, szeasz! Jó, valaki, mindenki, mondja el mindenkinek, hogy a kisöreg rendben van, viszonylag. Igen. Azt ígérték neki, hogy el tud költözni a focipályába. Ma 3 órakor menjen be a hivatalba. És mi véletlenül zárva volt a hivatal. Ma nincsen ügyfélfogadás. Lehet, hogy jövő héten, vagy egész héten nem lesz ügyfélfogadás. Mindegy, a kis öreg Miki bácsi még hisz ebbe a dologba. Ő azt mondja, hogy elköltözne oda, de itt a srácoktól megtudtuk, hogy igazándiból 6 éve üresen áll az az ingatlan, ami egy focipálya öltöző. Tehát, és igazából már bárhova elköltözne. Nincs benne fűtés. De itt közösen most azt beszélgettük, hogy ha van rá lehetőség, és a csoporttagokkal együtt, összefogva közösen, akkor mutatom, tehát baromi nagy telek a... Váltok kamerát, várjunk, annyira profi vagyok. Azaz. Hát váltanék a szar Samsungodat. Na, bocsánat. Na, tehát egészen van. Innentől, ameddig látjátok igazából a romos házat. Nem, a másik nem innentől. A másik oszloptól. Akkor melyik oszloptól? A terület nagy, lehetne egy mobilházat. Ide simán ráférne. Ja, onnan, attól az oszloptól, bocsánat. Hát ez körülbelül akkora terület lenne, mint ami itt van. Ide ráférne egy konténerház, egy ilyen mobilház, egy ilyen 4 évszakos, amire... Amihez külön engedély nem kell, amihez mi a saját, engedély saját nem területére kell. Teszik le. Igen, illetve az a lényege a dolognak, hogy a volt polgármesterrel beszélgettünk, aki nagyon korrekt és nagyon korrektül elmondott mindent, és tenni fog az ügy érdekében, tehát mellettünk áll, teljes mértékben támogatja a csoportot, és mondta, hogy jogi lépéseket meg fogjuk tenni együtt, ő segítségével, és mert ugye tudja az előzményeket is, illetve számlaszámot szeretnénk nyitni, és arra gyűjtenénk igazából a konténernek az árát, ami olyan megközelítőleg 1 000 000 forintból kijönne. Tehát vagyunk 1500-an körülbelül lassan ebben a csoportban, tehát igazából gyors felszámolással ki is lehet számolni, hogy nem egy nagy összeg lenne. De ez a jövő zenéje. Bencétől elnézést kérünk, és a későbbi ebben még bejelentkezünk. Egyelőre ennyi, aztán most igazából én még várok egy nagyon picikét, hogy hát ha megérkezik a jelenlegi polgármester, és sikerül vele beszélni. Izgatottan várom. Na. Addig is sziasztok!